Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Ha minden igaz, akkor már jövő héten ismét teljes jogú kormány lehet Romániának. Legalábbis a mai politikai nyilatkozatok erre engednek minket következtetni. A Nemzeti Liberális Párt ugyanis megnevezte végre a kormányfőjelöltjét, és ismét Nikolaj Csukot jelölték meg. A Szociáldemokrata Párt pedig utolsó nyilatkozatok alapján azt mondták, azt vallják, hogy nekik van egy kormányfőjelöltjük, Csoláku személyében, aki ugye a párt vezetője is, hogy hogyan zajlanak tovább a tárgyalások a kormányfőjelölt személyéről, az itt a nagy kérdés, illetve az is, hogy a kormányprogram összetételéről, a főbb sarkalatos kérdésekről hogyan és mikor egyeznek meg a pártok. Ma is tárgyaltak, még talán folynak a tárgyalások most is, de már bizonyos részleteket tudunk a mai egyességekről is. Szóval, hogy mi alakulhat, mikor alakulhat, milyen összetételű kormány, ez kiderül ma este itt a 24 pluszban a következő pár percben, tartsanak tehát velünk, és stúdió vendéggel kezdem a ma esti beszélgetést, Szász Attila újságírót köszöntöm itt a stúdióban. Jó estét, szervusz Attila! Jó estét, köszönöm a meghívást! Ugye itt elhangzott, elmondtam én felvezetőbe azt, hogy egyelőre körvonalazódik az, hogy milyen kormányfő jelöltekkel számol a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt. No, de ez a rotációs elv még mindig kérdéses, hogy akkor mindkettő párt részéről az a hozzáállás, hogy igen, a Nemzeti Liberális Párt jelöltje egy ideig lesz a kormányfő, és a PSD jelöltje egy második mandátum, úgymond második időszakban? Hát nagyon optimista felvezetőd volt, azt mondtad, hogy kiderül a mai műsorban, hogy ki lesz a kormányfő, és hogyan alakul ez a kormány. Én nem hiszem, hogy az elkövetkező napokban ez kiderül, de bár kiderülne. Tehát továbbra is kérdéses, hogy ez a rotációs rendszer mennyire működőképes, és hogy kiadja ugye az a tét, hogy kiadja az első miniszterelnöket. Tehát ebben, ha lesz rotációs rendszer, akkor ki lesz először miniszterelnök, melyik párt adja a miniszterelnök. Na igen, elnöket. Erről majd beszéljünk, hogy miért van ekkora tétje a miniszterelnök személyének? Ez szerintem nem olyan nehéz kitalálni, tehát nyilván a miniszterelnöki pozíció a legbefolyásosabb ugye egy kormányban, és ő határoz meg szinte mindent, vagy legalábbis nélkül nem születnek döntések, vagy komoly döntések, és az erőforrások fölötti kontroll, tehát ez egyértelmű, hogy sokkal fontosabb mindegyik, mind három politikai párt számára, mint például a szenátus vagy a képviselőház elnöki tisztsége. Itt a kérdés az, hogy ugye mennyire akarják lezárni ezt a politikai válságot. Tehát itt gyakorlatilag 44 napja nincs Romániának kormánya, de a válság az már több mint két hónapja tart. Igen, tehát két és fél hónapról beszélhetünk. Két és fél hónapja tart a válság, és jó lenne minél hamarabb létrehozni egy kormányt, amiket tudja fogadni az most éppen nagyon időszerű költségvetés kiegészítést egyrészt, ugyanakkor mi továbbra is járványban vagyunk, tehát emlékeztetjük a kedves nézőket és a politikusokat, és továbbra is vannak olyan teendők, amit ugye kormányékül nem lehet megoldani, ilyen a jövő évi költségvetési tervezet elfogadása. Tehát számos prioritás van, ami tényleg fontos, nagyon-nagyon fontos a politikai, úgymond idézőjeles játszmákon túlmenően. Ha minden igaz, akkor telefonon csatlakozik ma esti beszélgetésünkhöz Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és köszöntöm a nézőket is! Mit tudhatunk képviselőről a mai tárgyalásokról a két nagy párt között, a kormányprogramról és a kormányfőjelöltekről is tárgyaltak? Igen, mindenről tárgyaltunk. Úgy tűnik, hogy körvonalazódik egy egyesség a kormányfő személyére vonatkozólag. A liberális párt Csuka tábornok urat javasolta újra. Úgy tűnik, nem tudnám 100%-osan biztosan kijelenteni, de úgy tűnik, hogy ezt a szociáldemokraták is elfogadják. És talán kevésbé releváns az, hogy most azt találgassuk, hogy a rotációs rendszer az mennyire lesz hatékony, vagy mennyire lesz működőképes Romániában. Itt a legfontosabb az, hogyha a szociáldemokraták elfogadják Csukot, és akkor ezzel azt is elfogadják, ha valamikor lesz rotációs rendszer, hogy ezt a rotációs rendszert most a liberálisok kezdjék, ők adják az első
miniszterelnököt. A legfontosabb az, hogy minél hamarabb legyen egy teljes jogkörű kormány. Most ebben a pillanatban azt tudom mondani önöknek, hogy van rá esély, hogy a jövő héten, legkésőbb csütörtökön a parlament bizalmat szavazzon egy kormánynak. Az utolsó tárgyalások... Vannak még vitás kérdések nyilván a kormányprogrammal kapcsolatosan. Meg kell hozni a végső döntést a miniszterelnök személyével. Azért mondtam, hogy úgy tűnik, és hogy mondjam, jó jelek vannak arra vonatkozólag, hogy talán mondom a szociáldemokraták elfogadnák ezt a felállást. És akkor, hogyha mondjuk a hétfőig tudjuk véglegesíteni a kormányprogramot, és meg tudunk bizonyos dolgokban egyezni, akkor be lehet utána mutatni, ugye le lehet tenni a kormányprogramot, a kormánylistát, és csütörtökön szerdán meghallgathatjuk a miniszterjelölteket a parlamentben, és csütörtökön lehet szavazni az új kormányról. Most melyek a sarkalatos pontok ebben a kormányprogramban? Tehát mi az, amit nagyon szeretne a Nemzeti Liberális Párt, illetve a Szociáldemokrata Párt, és nem tudnak kiegyezni? Hát az adópolitika az egyik vitáskérdés. Azt mondom, önök is látták, hogy a szociáldemokraták baloldali pártként egy progresszív adózási rendszert javasoltak. Ezzel szemben a Liberális Párt és mi is, az RMTS is az egykulcsos rendszer mellett kardoskodunk. A szociáldemokraták előjöttek még egy luxusadóval is, hogy bizonyos, nem határozták meg pontosan azt, hogy mit jelent, hogy bizonyos jövedelmekre, bizonyos vagyonokra egy luxusadót kell majd fizetni. Azt sem tudták ebben a pillanatban megmondani, hogy ez mennyi jövedelmet hozna a költségvetésben. Úgyhogy itt még nem világos, hogy ezzel mi történik. Tehát azért mondom, hogy ez egy vitás kérdés, nincs még lezárva ez, hogy hogyan is néz ki. A nyugdíjakkal kapcsolatosan körvonalazódik egy egyesség, de ott is még a százalék, az emelés százalékával kapcsolatosan vannak még vitás kérdések. Itt pontosan meg kell nézni, hogy mennyit bír el a költségvetés, és mi azt mondtuk, hogy főleg a kis nyugdíjasokat szeretnénk védeni, és azt szeretnénk, hogyha a nyugdíjas emelés az ő esetében legalább meghaladná az inflációnak a mértékét, tehát hogy ezáltal a vásárló ereje a kis nyugdíjaknak az ne csökkenjen, mi azt javasoltuk ezen a téren. És nyilván van még egy kérdés, az igazságügy, ahol nincs még egy végleges egyesség a speciális ügyészség megszüntetése kapcsán, erről még tárgyalni kell. Nincsen egyesség arra vonatkozólag, ugye mi azt javasoltuk, hogy az alanyi jogon járó gyermekpénz mellett vezessünk be egy olyan adókedvezményekre épülő rendszert, amely tényleg a gyerekvállalást támogatná, és ezzel kapcsolatosan sincs még egy konkrét megállapodás. Én remélem, hogy vasárnapig, hétfőig meg tudunk állapodni ezekben a dolgokban, miniszterelnök személyében is, és 44 nap után, vagy 2,5 hónap után, attól függ, hogy honnan számoljuk ezt a periódust, végre lesz egy teljes jogkörű kormány a Romániának, és képviselő úr, a kormány összetételét illetően itt olvashatunk 20 minisztériumról már, de 21-ről is akár. Ma mi körvonalazódik, mi látszik? Nincs még egy végleges egyesség a struktúrával kapcsolatosan sem, hogy hány minisztérium lesz, tehát itt különböző elképzelések vannak. Nem szeretnék erről sok mindent mondani, mert még nincs erre, erről is tárgyalni kell, hónap folytatjuk, úgyhogy erről is további tárgyalásokat kell folytatni. Úgyhogy vannak még kérdések, de véleményem szerintem politikai akarattal ezeket meg lehet oldani, és hogyha tényleg azt akarjuk, hogy kormányon lennének az országnak, akkor mindenkinek kell egy kicsit engednie, és a kompromisszum fele hajlania. És ma merre hajlik annak a mérlege, hogy az RMDS milyen szerepet és milyen hatásköröket kaphat ebben az új kormányban? Jó esély van arra, hogy az RMDS meg tudja tartani azt a három tárcát, amit eddig is és most is vezet, és a miniszterelnök helyettesi pozíciót is. Tehát úgy tűnik, hogy ezeket a pozíciókat meg tudjuk tartani. Elismerte eddig is, ez nem hiszem, hogy újdonságot mondanék önöknek vagy a nézőknek, úgy a liberálisok, mind a szociáldemokraták elismerték
azt, hogy ebben a politikai krízis helyzetben az RMDSZ egy felelősségteljes attitűdöt tanúsított, és legtöbbször az RMDSZ volt a ráció és a stabilitás hangja itt a politikai válságban. Az RMDSZ minisztereivel kapcsolatosan semmilyen kifogás nem volt, egyik miniszterrel kapcsolatosan sem, úgyhogy jó esély van arra, hogy az RMDSZ meg tudja tartani ezeket a tárcákat, amelyeket eddig is és most is jelenlegi ideiglenes kormányon és korlátozott jogkörű kormányban is vezet az RMDSZ. Várjuk itt a végkifejletet. Én köszönöm Csoma Botonnak, hogy velünk volt, és az aktuális helyzetről is tájékoztatott minket. Én is köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra. Itt a stúdió vendéggel folytatom a beszélgetést. Attila, hogy látott te azt, hogy itt a miniszterelnök személyéről beszélve egy pillanat alatt, úgy tűnik, hogy egy pillanat alatt lemondott a Nemzeti Liberális Párt Florin Kücsú jelöléséről. Ebben a felvetésben miért nem mondtak le akkor Florin Kücsúról, amikor az USZR-vel tárgyaltak a kormányalakításról? Az elmúlt napokban a liberális párton belül elég sok minden történt, rengeteg egyeztetés és feszültség gyűlt fel ez idő alatt a liberális pártban. Nyilván ebben a döntésben, vagy a döntés része Klaus Johannis államfő is. Egyébként egyedül hagyták, úgy látom, Florin Kücsút. Ugye az ő ambíciója az volt, hogy pártelnökként ő legyen a liberális párt miniszterelnök jelöltje. Ez elég kizárólagos szempont volt minden eddigi tárgyalás, még az USZR-ével is, meg a PSZD-vel való tárgyalások során, és egyik párt sem fogadta volna előtt miniszterelnök jelöltnek. Ugye ő volt az a miniszterelnök, akit megbuktattak, tehát sem a PSZD, sem az USZR nem tudott volna még egy olyan kormánynak bizalmat szavazni, melyikben ők is benne vannak, és ugyanaz az ember vezeti, akit ők leváltottak, tehát itt lett volna egy ellentmondás. Az utolsó percig feszítette ezt a húrt Florin Kücsú, amikor addig, ameddig ugye a pártja szerintem egy olyan döntés előállította, hogy ezt már nem tudta fenntartani. Egyébként ő javasolta, de egy olyan gyűlésen, amelyikre el sem ment, tehát egy videó bejelentése kapcsán ő javasolta akkor, amikor egy csukát, hogy jelölje a liberális párt. Nyilván ez volt a kérés irányába, nem? Erre igen, tehát ezt szerintem Klaus Johannis már előkészítette ezt a terepet. Egyébként ő a legkézenfekvőbb jelöltje most a liberálisoknak, már egyszer próbálkoztak vele. Akkor a PSZD is elvben elfogadta, tehát nem voltak különösebb kifogások vele szemben, sőt, még az USZR is elfogadta volna, hogyha folytatottak volna az USZR-vel a tárgyalások, tehát ilyen szempontból csak a legesélyesebb a liberálisok közül. Most a kérdés, hogy a szociáldemokraták meggondolják-e magukat jövő hétig, amikor ugye meg kellene szavazni a kormányt. És hogyha minden igaz, akkor az online térbe csatlakozik most beszélgetésünkhöz itt a továbbiakban Rostás Péter István újságíró kolléga. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, szervusztok! Ugye itt, ahogy Attila felvetette, hogy csuk a legjobb választás jelen pillanatban, a legkézenfekvőbb választás a Nemzeti Liberális Párt számára. Miért ő a legkézenfekvőbb, vagy a legjobb a mostani felállásban a Pénélé részéről? Mit hozhat csuk, amit más a Pénélében ma nem tud? Hát amit a beszélgetés első részéből is kiderült, illetve az előbbi percekből itt, lényegében nem a liberális párt jelöltje a nyugalmazott tábornok, hanem az államfő jelöltje. Formálisan persze liberális színekben. Azt hozza, hogy van egy régi kapcsolat az államfő és a nyugalmazott tábornok között. Emlékezzünk vissza, hogy volt egy olyan periódus, amikor lejárt a mandátuma még aktív katonaként, és az államfő vállalta azt a konfliktust, ami abból adódott, hogy aránylag önhatalmulag meghosszabbította egy évvel ezt a mandátumot, volt belőle, ha jól tudom, ilyen jogi vetélkedő is, hogy akkor ez mennyire feszíti a korlátokat. Azért jó, szerintem, azon felül, hogy Johannis megbízik benne, mert
nem pártember. Tehát nem az a klasszikus pártpolitikus, aki valahonnan, valamelyik helyi szervezetből vagy megyei fórumból kinőtte magát, megjárta a ranglétrát, bekerült különböző, akár előző állami pozíciókba, és így a karrierjét felépítette. Tehát az, egy, hogy... mondhatnánk, igen, egy outsider, aki, ha megnézzük a pártkönyvét, hogy mennyire friss, azért még a novíciusok közé sorolható, jócskán. Talán ez is az előnye. Tehát, hogy ha a PCD elfogadja, akkor lehet, hogy bizonyos fokig ez is közrejátszhat benne, hogy nem az a telivér liberális, hanem egy katona ember, aki most történetesen válsághelyzetben egy vélhetően megalakuló, vagy alakuló félben levő kormánynak a vezetője, első embere lesz. Még egy gondolat erejéig beszéljünk a Nemzeti Igen. Liberális Pártról és Florin Kötzúról, hiszen nagyon sokan úgy vélik, hogy Kötzúnak a mostani félreállítása, ugye ő a Nemzeti Liberális Párt elnöke is, ez Kötzúnak a félreállítása az ő politikai karrierjének egyfajta vége is, illetve a Nemzeti Liberális Párt valamilyen szintű szétverésének a teljes gőzzel való elkezdése. Hogy látjátok ezt? Kérdem elsősorban Attilától, aki itt ül velem szembe. Hát itt István is említette, hogy Csuk tulajdonképpen a Johannis jelöltje, Kücsú is a Johannis embere volt a Pénélé élén. Mi tehát, történt? Tehát itt az van, hogy sem Kücsú, sem Csuk nem a politikában szocializálódtak, és egyikük sem politikus igazából. Tehát mind a kettő idézőjelesen lehet egy baleset ott, ahol van. Tehát Kücsú azért lett Pénélé elnök, mert Johannis erőltette, és szerintem azzal, hogy elnöké vált, már is szembefordult Johannisztal, tehát ugye elnökként próbált viselkedni, és Johannis úgy gondolja, hogy a liberális párt azért továbbra is az ő felség területe, és gyakorlatilag most már megpróbálják félreállítani, tehát szerintem a legrövidebb pályafutású liberális elnök lesz Kücsú. És hát igen, mert az, hogyha nem lesz elnök, az a, tehát már most rengeteg törés van a liberális párton belül, és hogyha elveszíti ezt a versenyt, ugye a miniszterelnöksége már pedig úgy tűnik, hogy elveszíti, a pozíciói tovább fognak gyengülni, és eddigi szövetségesei is úgy tűnik, hogy kihátrálnak mellőle. Tehát én nem hiszem, hogy... És hogyha Johannisztal tovább fokozódik ez a szembenállás, akkor valószínű, hogy ő fog ebből a meccsből vesztesként kikerülni. István, te hogy látod ezt a kérdést? Olyan, mintha Klaus Johannis államfő a szociálliberális pártot segítené, és a saját maga által támogatott Nemzeti Liberális Pártot tudatosan verné szét ezzel? Hát ha valamilyen módon hitelt adunk azoknak a elemzéseknek, értékeléseknek, amelyek ezt a mostani válságot egy olyan kontextusban helyezik, amely 2024-re vezet ki, akkor hipotézisként el lehet fogadni azt, hogy Johannisnak tényleg egy olyan párt kell, egy olyan politikai aktor, egy olyan tényező, amely feltétel nélkül mögötte áll. Arra gondolok, hogy Klaus Johannis nem szeretne profi golfjátékos lenni 2024 után, tehát ő továbbra is a politikában, és annak a mondjuk úgy első osztályában szeretne játszani, ehhez viszont kell neki egy háttér. Kötzót én csak így megérzés szerint próbálom ezt tovább gondolni, valószínűleg megkínálták valamivel. Ez majd ki fog derülni, szerintem, ha megalakul a kormány, amennyiben csütörtökön tényleg lesz új kormány. Rá pár hétre ki fog derülni, hogy akkor a szenátus elnöksége lesz az, ahol leparkolják. Valószínű, hogy ez a húzavona is arról szólt, hogy kellett neki egyfajta garancia, hogy az amúgy is megtépázott nimbuszát valamilyen módon azért mégiscsak
megvédje. Erre jó például egy felsőházi elnöki poszt. Igen, nagyon sokat beszéltünk itt ennek a nagy koalíciónak az életképességéről már, hogy mennyire bízhatunk abban, hogy a Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt az RMDSZ-szel karöltve életképes, hosszú távon életképes, működőképes kormányt tud létrehozni. Itt ugye számtalan, és nem csak ideológiabeni különbségek vannak itt a pártok között, hanem eddigi gyakorlatból adódó tapasztalatok, hogy másként gondolják akár a nyugdíjreform kérdését, meg számtalan gazdasági példa is van. Hogyan lehet, Attila, szerinted ezek között úgy egyensúlyozni, hogy valóban elinduljon egyfajta működés? Tehát mi lehet ennek a kulcsa? Hát elsősorban a bizalom és a profizmus lenne a kulcsa, tehát itt nagyon fontos lenne a politikai szereplők részéről bizalmat tanúsítani egymás iránt, és ennek láttunk nyomát nem a látunk. Román politikában nem, már? Sajnos nem. Tehát ez az egyik aggasztók, amiért ugye nagyon sok ember kételkedik abban, hogy ez a konstrukció hosszú távon életképes lehet, és ezért én mindenféle 2024-re kivetülő számítás szerintem viccnek tartok, mert Romániában azt nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, nem hogy mi lesz három év múlva, tehát ezekkel a kalkulusokkal lehet ugye spekulálni, de semmilyen realitása nincs a jelenlegi kontextusban. Igen, elég szomorú, vagy legalábbis így elemzéseket olvasni. Igen, tehát realitása lenne, tehát láttunk már a világon példát egy más politikai kultúrában, arra, hogy ideológiailag teljesen szemben álló pártok nagy koalíciót alkottak, ugye Németországban nem is egyszer, és végig tudták vinni a mandátumukat, és megőrizték mind a szavazóikat nagyjából. Tehát ez nem egy ördögtől való, vagy nem egy lehetetlen küldetés, viszont ez egy teljesen más típusú hozzáállásról van szó, mint amit mi itt az elmúlt másfél-két hónapban láttunk a román politikai téren. Még egy kérdés erejéig, itt Rostás Péter Istvánhoz fordulok, hogy a kucu kérdés felvetésem másik része az, hogy ugye az USZERE-nek az volt az egyedüli feltétele a kormányba való visszalépés érdekében, hogy Florin Kücsú helyett más kormányfőjelöltje jöjjenek. Miért nem tették meg ezt akkor a liberálisok? Mi az, ami odáig vezetett, hogy egyértelmű az, hogy nem akartak az USZERE-vel ismét kormányozni? Hát nem látok ebbe bele. Én azt láttam, hogy ez az USZERE-nél ellentét, ez elég régi sütetű, hogy igazándiból mi a mozgató rugója. Ugye túl egyszerű lenne azt mondani, hogy nagyjából ugyanazt a szavazótábort célozzák meg, és így a úgymond paletta bizonyos oldalán két versenyző tülekedett, és ebből adottak a feszültségek. Egyébként a válság elhúzódása az egyértelműen, ha vesztesekről és nyertesekről beszélhetünk, vagy így is megfogalmazhatjuk a játszmát, akkor a liberálisok masszívan a vesztesek kategóriájába sorolhatók. Attila is utalt rá, hogy repedések, törések vannak a jelenlegi párton belül, ugye Ludovik Orbán távozása, kiiratkozása, még nem tudjuk, hogy milyen utórezgéseket fog produkálni, úgyhogy valójában ez a döntés képtelenség, ez a liberálisoknak ártott. És egyértelmű az, hogy a szociáldemokratáknak nagyon-nagyon nagy nyereség a mostani helyzet, és az is, hogy bevállalták, hogy igen, a kormányba is részt vállalnak. Hogy látod ezt? Itt, hát az, hogy bevállalták, az nem tudom, hogy mekkora nyeresség. Az nyilván első látásra arról szól, hogy igen, volt valamikor parlamenti választás, ők szerezték a legtöbb voksot, tehát ilyen értelemben akár azt is sugallhatja, hogy a normalitás medrébe terelődnek a dolgok, hogy őket nem lehet megkerülni, hogy íme kvázi ellenzékből föl tudtak jönni, és döntő tényezővé váltak. Viszont van egy perverz következménye is ennek a kormányzati felelősségvállalásnak,
Gondoljuk el, hogy ezentúl, amennyiben megalakul ez a kormány és ezzel a felállással, ezentúl legyen az most liberális, avagy részédés kormányfő, vagy rotációs, most ne menjünk bele, mindenképpen az erodálása a PSZD-nek el fog kezdődni. Mert ne gondolja senki, hogy attól, hogy teljes jogkörű kormány lesz, itt a dolgok alapvetően változni fognak, még akkor is, hogyha a kormányprogramban meg lesz néhány erre vonatkozó elképzelés fogalmazva. Tehát azzal, hogy ők bevállalták ezt a szerepet, tulajdonképpen félig meddig lemondtak arról a folytonosan növekvő szimpátia indexről, amit eddig összeszedtek azzal, hogy ellenzékben voltak. A két pártnak az egymással való egyezkedése és az egymáshoz való viszonya nem olyan egyértelműen tűz-víz reláció. Gondoljunk csak arra, hogy hogyan, miként telítődött fel a PNL-é a kampány a parlamenti választások és a önkormányzati választások idején, olyan PSZD-s polgármesterekkel, akik átigazoltak. Ugyanezt így van, a tehát a politikában ez az átjárás, így van, ez azért ugyanezt a mozgást teljesen el lehet pontosan el lehet képzelni visszafele is. Meglátjuk majd a felmérések függvényében, ki hova ingázik. Úgyhogy izgalmas lesz, fárasztó lesz a politikusoknak, egész hétvégét végig fogják tárgyalni. Mi egyebet nem tehetünk, mint egyfajta empátiával és megfelelően visszafogott optimizmussal követjük a fejlet. Attila, te bízol abban, hogy jövő héten lesz kormányunk? Én nagyon remélem, hogy lesz kormánya az országnak, és most már lassan mindegy, hogy milyen csak legyen csak egy kormány az legyen. Országnak. Így állunk hozzá. Meg hidegen hagyja már ez a téma is sajnos az embereket, mert nem látják a... Igen, tehát 2 hónap alatt szerintem az állampolgárok is belefáradtak ebbe a húzavonába. Szerintem sokan nem is nagyon értik most már, hogy mi történik és miért. Nem is lehet, de ebben próbálunk meg mi is segíteni. Szinte minden este sajnos kénytelenek voltunk ezzel a témával is foglalkozni. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm Rostás Péter Istvánnak is, hogy az online térbe csatlakozott, és Attilának is, hogy köszönöm a stúdióba. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak ma este is. Jövő héten is várjuk Önöket itt a 24 pluszban minden este 8 órától. A viszontlátásra, további szép estét!